Jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója január 11-én kedden. Nézzük a legfontosabbakat. Nyulak a menhelyen. Az állatokat egy kartondobozban dobták ki a keleti városrészben. Sétakert 2022. Elbontják a pavilont, és ha lesz elegendő forrás, a szökőkutat is felújítják búcsú a karácsonyfáktól, elkezdték a fenyőhulladék elszállítását. És most jöjjenek a részletek. Két törpenyulat talált egy kutyasétáltató egy lezárt dobozban vasárnap este a keleti város részben. A felelőtlen gazda minden bizonyal így akart megszabadulni az állatoktól. A megunt házi kedvenceket kidobni Magyarországon bűncselekmény, amelyért letöltendő börtönbüntetés is kiszabható. Mint a Skanec Tamástól megtudtuk, a sétáltatott ebb hevesen piszkált egy dobozt, először ezt tűnt fel a gazdának. Majd mikor kinyitották az ázott kartont, két kis nyulat találtak benne, az állatokat hétfő délelőtt vitték be a helyi menhelyre. A televezető hozzátette, ritkán, de előfordul ilyen kirívó eset, hogy az egykori tulajdonosok tulajdonképpen halára ítélik a házi kedvenceket. Az, hogy ilyen egyéb állatot találnak, az relatíve ritka, évente egy-egy előfordul, Általában inkább kutyákat vagy macskákat találnak, és azok kerülnek be hozzánk. Én azt mondom, hogy ha valaki ilyen talál, akkor lépjen kapcsolatba a helyi menhelyjel, állatvédő szervezettel, és próbáljanak közösen valami megoldást keresni. A nyuszikat a menhely állatorvosa megvizsgálta, a baktapsi fülesek egy év alattiak és barátságos, készhez szokott jószágok. Mint a legtöbb hobbi állati, a nyulak tartása is nagy felelősséggel jár. Akár tíz évig is élhetnek, ez alatt sokan nem tudják kezelni az időközben adódó nehézségeket. Alapjájai koprofág állat, tehát bizonyos mértékben Szikletevő. Ugyanakkor a vízre te jellegzetes szaga van, tehát célszerű sűrűbben takarítani, mert lakásba azért kellemetlen szagot tud biztosítani. Hát ugyanúgy, mint a többi hobbi állatnak, az ez is igényli a foglalkozást, vagy a vele való törődést hogyha az ember foglalkozik vele, akkor, akkor azt lehet mondani, hogy tényleg egy kedves állat tud belőle kialakulni. Viszont ha, ha elvadul, vagy nem foglalkoznak vele, akkor kellemetlen karmulásokat, sérüléseket tud okozni. A szakemberek rendszeresen óva az élő állat ajándékozásától. A jelenlegi példa szerint azonban ez is egy olyan ügy, amire nem lehet elég szer felhívni a társadalom figyelmét. Elkezdték a kidobott karácsonyfák begyűjtését a szolgáltató munkatársai január 10-től két héten keresztül külön gyűjtőjáratokkal szállítják el a fenyőhulladékot. A tavaly év végén az edény együtt kiküldött szállítási naptáron karácsonyfaikonnal jelezték, hogy az adott utcában mely napokon szállítják el a fenyőket a Viridis Pannonia profit Kft. munkatársai. Január 10-től két héten keresztül tervezett járatok alapján gyűjtjük a fenyőfát a családi házas övezetben az előzetesen kiadott szállítási naptárnak megfelelően a zöld hulladékgyűjtésnek a napján fogjuk elszállítani a fenyőket, a társasházas övezetekben pedig heti két alkalommal fogjuk a fenyőfákat összeszedni. A két hét lejárta után is összeszedik a kihelyezett fenyőhulladékot, de akkor már csak eseti jelleggel mennek a gyűjtőautók. Császárandás a társaság logisztikai vezetője arra kéri a lakosokat, a fák kihelyezésekor figyeljenek arra, hogy ne akadályozzák a gyalogosokat, valamint a parkolást. Családi házasövezetben úgy helyezzék ki a hulladékgyűjtő edényük mellé, hogy a közlekedést illetve a forgalmat ne zavarják. A társasházi övezetben a rendszeresített társasázi hulladékgyűjtőedény, illetve a szelektív szigetek mellé kérjük kihelyezni a fenyű hulladékot, úgyhogy a talpat, díszeket, egyéb szaloncukorpapírokat szedjék le róla. A társaságnál a karácsonyi ünnepkör után több mint 50 tonna fenyőhulladékot gyűjtenek össze, aminek egy részét komposztálják, a másik felét pedig a bedarálás után erőművégetésre elszállítják. További felajánlásokat vár a megújuló Sétakertért munkacsoport a szökőkút elindításához és a táncoló lányok bronzszobor restaurálásához. A kezdeményezésre érkeztek már támogató visszajelzések Kanizsai vállalkozóktól, de a munkálatok becsült összegét, azaz a 10 millió forintot még nem sikerült összegyűjteni. Szemlátomást gyorsult el az Erzsébet téri elhanyagolt madárretetők átköltöztetése a Sétakertbe ahol a környékbeli lakók látják el az égi vándorokat. Kanizsa ikonikus partjában tavaly számos kis költségvetésű fejlesztést hajtott végre a Via az ZRT a civil támogatókkal közösen. Ilyen volt még például a sétány helyrehozatala, valamint 50 facsemete elültetése. A 2022-es tervek között két nagyobb beruházás is szerepel. Az első az 1977-ben átadott szobor és a kút helyrehozatala. Árajánlat szerint ez egy sok millió forintos beruházás lenne, ezért 2021 év végén egy felhívással fordultunk nagykanizsai vállalkozások felé. Kértük a segítségüket abban, hogy 2022-ben az ő támogatásukkal meg tudjuk valósítani ezt a szökőkút felújítást. Vannak már támogatói visszajelzések, viszont a közel 10 millió forintos beruházási költséget elég nehéz lesz előteremteni a 20. század első éveiben létrehozott, majd 1929-ben átépített egykori mert pavilon, a szakvélemény szerint mára mentetetlenné vált. A helyi védettséget már levették az egykor koncerteknek is helyet adó beállóról. A Viakan is a saját kis mini zöldváros projektjének tekinti a sétakerti beavatkozásokat. Ezeknek lesz egy Szomorú és eseménye is, ami a zene pavilon bontásáról szól, ugyanis olyan statikai szakvéleményt kaptunk az építménnyel kapcsolatban, ami, ami előírja, megköveteli azt, hogy ezt a statikailag már nem megfelelő építményt elbontsuk. Amennyiben sikerül rá forrást találni, a terv az, hogy egy új építménnyel pótolják a pavilont. Szabó Istvántól megtudtuk, hogy a Viakanizsa üzleti tervének tárgyalása a héten kezdődik, és a nehéz gazdasági év ellenére megpróbálnak saját forrást is elkülöníteni a sétakert fejlesztéseire, ugyanakkor az egészen biztos, hogy nagy szükség lesz további lakossági felajánlásokra. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. A hónap műtárgya egy cégkorsót választottak a Túri György Múzeum munkatársai. Ökumenikus ima hét a lelkiségi programsorozat jövő hétfőn kezdődik. Cékorsó lett január hónap műtárgya a Túri György Múzeumban. A 19. századból származó cserépedény az 1913-tól létrehozott múzeumi gyűjtemény egyik legkorábbi darabja. 1800. december 15-én készítette agyagból a cékorsót Horváth József az edényen olvasható felirat szerint. A kanizsai takácsok boroskancsója, körülbelül 10-12 literes és 35 cm magas. A nagyméretű kriglin két szembenéző, kiöltött nyelvű oroszlánt lehet megfigyelni, amelyek melső lábaikkal három takács tartanak. A vetélők között egy férfi domborművel látható, alattuk pedig megfeszített Krisztus alak. Kanizsán elsőként 1698 a Szabó kapott kiváltságlevelet, majd sorra alakultak a hasonló mesterséget űző kézműves társulások. A Kanizsói Múzeumban kiállított cékosó valószínűleg a 18. században megalakult takács széhez tartozik. 1723-ban alakult ez a C a társas szellemet az összetartozás szimbolizálja mindig a korsó, mert az összejöveteleken minden C tag ebből kapott egy-egy korty bort, tehát szimbolikus jelentése van mindig egy-egy ilyen tárgynak. Az érdekessége, hogy a C tipáriumát, a pecsétnyomóját nem őrizzük, lenyomata sem maradt fel, de valószínű, nagy nagy valószínűséggel azt ábrázolja a korsónak az előképe, tehát az oroszlánok által tartott három takács vetélő. Január 17-én hétfőn kezdődik az Ökumenikus Imahét. A vallási kezdeményezés anyagát minden évben más csoport állítja össze, az ideit a közel egyházak tanácsa. A lelkiségi programsorozat alatt a különböző felekezethez tartozó gyülekezetek közös istentiszteleteket, miséket tartanak, és imádkoznak a Krisztus hívők, valamint az egyház egységéért. A nemzetközi programsorozat mindig január hónap harmadik hetében kezdődik. Makoviszki Gyula evangélikus lelkész elmondta, a részvevő felekezetek már vasárnap elkezdik az imahetet egy nyitó misével vagy istentisztelettel. Nagykanizsán már évek óta imahatodot tartanak a felekezetek, hétfőtől szombatig a hat kanizsai templomban este 18 órakor kezdődnek a közös imádságok. Minden évnek megvan a saját vezérigéje, az idei, láttuk az ő csillagát napkeleten és eljöttünk, hogy imádjuk őt. A választott motto Makovicki Gyula számára azt jelenti, hogy okos, értelmes kereséssel rá lehet találni Istenre a bölcsember ma is keresi az Istennek a közelségét, és el lehet indulni egészen távolról is az Isten felé. És azt éljük meg, hogy amikor az Istenhez közeledünk, vagy ő közeledik hozzánk, akkor egymáshoz is közeledünk. Mint egy ilyen középpont lenne, és a a sugarain helyezkednénk el mi, és ahogyan ezeken a sugarakon befelé haladunk, szükségszerűen egymáshoz is közelebb kerülünk. Tavaly a pandémia nem tette lehetővé, hogy a lelkiségi programsorozaton a hívek élőben részt vegyenek, így a lelkészek és a papok üzenetét a Kanizsa TV közvetítette. Idén a járványügyi szabályok betartásával viszont újra személyesen nézvehetnek az érdeklődők az eseményen. Én azt is látom évről évre, hogy kialakult Csapata van ennek, tehát olyanok, akik elkötelezettjei az ökumenének a, a városba. Ez sokszor úgy is adódik, hogy mondjuk vegyes házasságból jönnek, férj és feleség különböző felekezethez tartoznak. Ez a hét mégis alkalmat ad arra, hogy, hogy együtt ünnepeljünk, és éppen ez is a... Célja. A vasárnapi nyitó alkalmat követően az imahét első miséje az evangélikus templomban lesz, ahol Várnai László katolikus esperes plébános hirdetigét. A megkérdezett intézményvezetők szerint a koronavírus járvány nem befolyásolta negatívan az általános iskolás diákok félévi eredményeit. A tanév első részének zárása január 21-én lesz. A Covid ebben az iskola évben is jelen van. Előfordult olyan, hogy egész osztályok kerültek karanténba. Ez főként az alacsonyabb óraszámú tantárgyaknál okozott kisebb nehézségeket, árulta el Molnár István. A kiskanizsai iskola igazgatója hozzátette, sajnos a koronavírussal járó korlátozások az emberi kapcsolatokat is érintették, de próbáltak a fél év során minél több olyan alkalmat teremteni, amikor a szülők és a pedagógusok is találkozhattak egymással. Az iskola diákjainak még két hét áll rendelkezésükre, hogy változtassanak a fél évi Kértem a kollégáktól, hogy mindenki empátiával viselkedjen és forduljon a gyerekek irányába, tehát javítási lehetőséget adja meg a gyerekeknek. Ugye a fél év az tulajdonképpen egy első féles munkának az értesítése, kivéve a nyolcadik osztályosoknál, hiszen ott a 8. osztály és fél viszik a gyerekek tovább tanuláskor. Ott fókozottan kértem, hogy figyeljenek le a kollégák arról, hogy a lehetőség szerint a jobb jegyekért adjunk lehetőséget arra, hogy gyerekek felelhessenek, illetve javíthassanak. Nem volt olyan nagy arányú a fertőzött diákok száma, mint az előző tanévben, így az anyaggal is megfelelően tudtak haladni Szabó Erzsébet szerint. A Hevesi Iskola vezetője kiemelten fontosnak tartotta, hogy megtartsák a szokásos ünnepségeket, így majdnem minden eseményt kétszer, a gyerekeket kisebb csoport. Bontva rendeztek meg az intézményben. A nebulók a fél évzárás utolsó pillanatáig javíthatnak az osztályzataikon. Összességében nem fogunk rossz fél évet zárni, én úgy gondolom. Úgyhogy január 21-ével zárunk, tehát akkor lesz az első fél évzárás, utána kiosztásra kerülnek majd a bizonyítványok, és valahol az első fél év mindig egy visszajelzés is a szülőnek, hogy a második fél évben esetleg mi az, amiben még erősíteni kell a, a tanulót és, és jobban mellé illetve kollégáknak, gyerekeknek is, hogy mi az, ami, amiben fejlődni kell, és évvégéig még-még többet tanulni, hogy, hogy jó jegyek születhessenek. A Hevesi iskolában a következő nagyobb programot, a farsangot is megtartják, bár nem a hagyományos módon, hanem alkalmazkodva a jelenlegi járványhelyzethez. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Nyulak a menhelyen, az állatokat egy kartondobozban dobták ki a keleti város részben. Sétakert 2022, elbontják a pavilont, és ha lesz elegendő forrás, a szökőkutat is felújítják. Búcsú a karácsonyfáktól, elkezdték a fenyőhulladék elszállítását. Ez volt a Kanizsa TV híradója január 11-én kedden. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon, valamint megtalálnak minket a Youtube-on, a Facebookon és az Instán is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!